Sziasztok, Alex vagyok a Giga Virág Szerencsés csatornáról. A mai videóban folytatom a Milliómos Klub vegyes pakkaparást a következő két sorsjegy lekaparásával. Tartsatok velünk és nézzük meg, hogy mit lehet a következő két sorsjegy. És akkor most válasszuk ki a következő két sorsjegyet a vegyes pakkunkból. Íme itt az egyik. És itt a másik. A mai játékosok a 2-es pakból a 0-19-es, illetve a 4-es pakból a 0-49-es. Akkor most kezdjük is el a 0-19-es milliómos klub sorsjegy lekaparását. Keresünk 3-1 formát az első játékon, 3-1 forma szimbólumot, B5-össel kezdünk. Ez egy jakt. B4-es. Jakt, abból már kettő van, 3 darab 100 000 forintot ér. Nézzük, hogy bejön-e, még van egy csomó esély. C2-es. Vonat. A1-es. Autó. D1-es. Helikopter. B3-as, ez egy szörfös, E1-es, repülőgép, E3-as, helikopter, abból is kettő van, nézzük, hogy jön a harmadik, B1-es, ez egy vitorlás, és A4-es, pedig egy motor, nem lett sajnos 3-1 formánk, 3-1 forma szimbólumunk. Akkor keresünk 3-1 forma összeget a második játékon. Van egy 85 milliós, 1 milliós, 1 milliós, abból már kettő van. Nézzük, jön a harmadik. 25 ezres. 85 milliós, akkor 85 millió vagy 1 millió, nézzük. De sajnos 25 ezret adott. Mindenből kettő, nem lett három. Akkor keressünk pénzköteget a harmadik játékon. Három esélyünk van. Van egy csekk. Egy terminál. És egy okos óra, sajnos nem lett pénzkötegünk. Akkor most keressünk 3-1 formát kötésben a negyedik játékon. X-el kezdünk. Kör. X. Abból kettő volt, de nem lett három. Nézzük a második sort. Körrel kezdünk. Körrel is folytatjuk, na jön a harmadik kör. De sajnos X-et adott. De a körrel, illetve az X-el jók vagyunk oszlopban, nézzük, hogy bejön-e valamelyik. Körrel kezdünk. X, a kör az nem jött ki, és akkor ide egy X-et, nézzük. De sajnos kört adott, nem jött ki 3-1 forma kötésben. Akkor nézzük a szókeresős játékot. Kijön egy szó, vagy akár több is hiánytalanul. R betűvel kezdünk. A rangon van egy R betű a partiban is. A sikerben is. Itt az R betű, abból nincs több. A betű. Itt van a bankban egy A betű. A rangban is itt az A betű. A partiban is. A villában is itt az A betű. A gazdagban van két A betű, illetve a vagyonban, és itt az A betű, illetve a jutalomban is. Szuper. B betű, itt van a bankban egy B betű, abból nincs több. Nézzük tovább. E betű, itt van a sikerben egy E betű, abból nincs több. F betű olyanunk nincs. D betű.
Itt van a gazdagban egy D betű, arra már csak három betű kell. X, itt van a luxusban egy X. H betű, olyanunk nincs. Z betű, itt van a gazdagban egy Z betű, de már csak két betű kell. J betű, itt van a jutalomban egy J betű. Szuper. I betű, itt van a partiban egy I betű. A sikerben is itt az I betű, illetve a villában is. Szuper. N betű. Itt van a bankban egy N betű, a rangban is itt az N betű. Illetve a vagyonban is itt az N betű. T betű. Itt van a topban egy T betű, a partiban is itt a T betű. Illetve a jutalomban is. L betű, itt van a luxusban egy L betű, a villában van két L betű, szuper, és a jutalomban is itt az L betű, szépen gyűlnek a U betű, a luxusban van két U betű, szuper, oda is már csak egy kell, illetve a jutalomban is itt az U betű. Már egy csomó esélyünk van nyerni, nézzük, hogy melyik fog bejönni, három betűnk maradt, O betű, az itt van a topban egy O betű, a vagyonban is itt az O betű, illetve a jutalomban is. Már a jutalomhoz is csak egy betű kell, nézzük, hogy bejön-e. W, olyanunk nincs, és az utolsó. Y, ez itt van a vagyonban, de sajnos nem jött ki egyetlen szó sem. Megint csak egy hajszálnyira voltunk az összes szótól. Nézzük a bónuszjátékot, lesz-e 13 két szám összegéből. 5-ös és 7-es, az csak 12, az kevés. Nem lett 13 sajnos. A betűnk egy M és egy T betű különböznek sajnos. És akkor most következően a 4-es pakból a 049-es. Hát, ha ezen sikerül valami szépet nyerni. Kezdjük a koordinátás játékkal. D1-essel kezdünk. Motor. E5-ös. Ez egy vitorlás. A1-es, jogt, C1-es, autó, ideig mind különböző, D3-as, helikopter, E3-as, ez egy szörfös, A5-ös, motor, abból már kettő van, három darab motor, az 10.000 forintot ér, nézzük, hogy bejön-e, B3-as, helikopter, abból is kettő van, B5-ös, repülőgép, és B4-es, az pedig egy felvonó, nem lett három egyformánk sajnos, egyik szimbólumból sem. Nézzük a három egyforma összeget a következő játékon. Van egy 5 milliós, 85 milliós, 1 milliós, 3000-es, 5 milliós, abból is kettő van, nézzük, hogy jön a harmadik. De sajnos 3000-est adott, mindenből kettő, nem lett három. Nézzük, hogy lesz-e pénzkötegünk a harmadik játék részen. Három esélyünk van egy aranyrúd,
pénztárca és egy érme. Sajnos nem lett pénzkötegünk. Akkor most nézzük a negyedik játékot, hogy kötésben találunk-e három egyforma költ vagy x-et. X-el kezdünk. Körrel folytatjuk. És még egy kör. Nem lett három sajnos. Nézzük a második sort. Körrel folytatjuk. X-et adott. Leghosszabb átlomon kijöhet az X. Nézzük, hogy bejön-e. Van még egy X-ünk. Az utolsó sorban X-el kezdjük. Körrel folytatjuk, és akkor ide egy X-et. De sajnos kört adott, nem jött ki három egyforma kötésben. Akkor nézzük a szókeresős játékot, hogy kijön-e egy vagy akár több szó is. Z betűvel kezdünk. Olyanunk, itt van a gazdagban egy Z betű. Abból nincs több. L betű. Itt van a luxusban egy L betű. A villában van két L betű. Illetve a jutalomban van egy L betű. Szuper. A betű. Itt van a bankban egy A betű. A rangban is itt az A betű. A partiban is. A villában is van A betű. A gazdagban van két A betű. Illetve a vagyonban is itt az A betű. És a jutalomban is. Szuper. F betű, olyanunk nincs. I betű, itt van a partiban egy I betű, a sikerben is itt az I betű, a villában is, oda már csak egy V betű kell, abból sincs több I betűből. M betű, itt van a jutalomban egy M betű, abból sincs több. H betű, olyanunk nincs. E betű, itt van a sikerben egy E betű. S betű, itt van a sikerben egy S betű. És a luxusban is itt az S betű. Abból sincs több. J betű, itt van a jutalomban egy J betű. U betű, itt van a luxusban két U betű, oda is már csak egy X kell, illetve a jutalomban is itt az U betű. Szuper. P betű, itt van a topban egy P betű, a partiban is itt a P betű, abból sincs több. Nézzük az utolsó sort, T betű. Itt van a topban egy T betű, a partiban is itt a T betű, illetve a jutalomban is itt a T betű. Már egy csomó esélyünk van nyerni. K betű, itt van a bankban egy K betű, a sikerben egy K betű, abból sincs több. N betű, a bankban van egy N betű, a rangban is itt az N betű, illetve a vagyonban is itt az N betű. C betű, olyanunk nincs. W, olyanunk sincs. És az utolsó pedig egy G betű. Itt van a rangban egy G betű. A gazdagban is itt a G betű kétszer. És a vagyonban is itt a G betű. De sajnos ismételten csak egy hajszálnyira múlt, hogy kijöjjön az összes szó. Nem sikerült kijönni egyetlen szónak sem. Nézzük a bónuszjátékot, hogy kijönne két szám összegéből 13. 12, akkor egy 1-es. De sajnos 4-est adott, az 16, az sok. A betűink egy O és egy S betű különböznek sajnos.
Tehát összegezve a mai videót, újabb kettő darabot kapartam le a vegyes pakk milliómos klub sorsjegyből, és abból sajnos egyik sem volt nyerő, hát de reméljük, hogy a pakk maradék része még tartogat számunkra meglepetéseket, még nagyon sok van hátra, még akár hatalmas nyeremények is lapulhatnak a pakk maradék részében. Tartsatok velünk a továbbiakban is, hogy ne maradjatok le a milliómos klub vegyes pakk kaparásunkról, illetve ne felejtjétek, hogy elindítottunk egy tippelős játékot, azt kértük tőletek, hogy tippeljétek meg, hogy mennyi lesz a teljes vegyes pakk milliómos klub sors egy végösszege. Két megyéből is, négyféle pakból lett összeválogatva az 50 darab 2500 forintos milliómos klub sorsjegy. Ezt találjátok ki, hogy mennyi lesz a teljes pak végösszege. Hát felvonatva a lecke, rendesen. Kövessétek a YouTube csatornánkat, hogy ne maradjatok le egyetlen egy részéről sem a milliómos klub vegyes paknak, illetve kövessétek a videókat, hiszen nagyon-nagyon érdekes és izgalmas ez a sorsjegy. Tartsatok velünk, hogy kiderüljön, mit lehet még ez a maradék része a paknak, nagyon izgi lesz. Én Alex voltam, a Gigavirág Szerencsi csatornáról, találkozunk egy újabb videóban. Sok szerencsét, szép nyereményeket kívánok nektek a vadi új milliómos klub sorsjegyen. Sziasztok!